Üdvözlünk mindenkit! Én Gajdos Ákos vagyok, a Henkel Magyarország hideg-meleg burkolati termékeinek műszaki szaktanácsadója. Mai beszélgető partnerem Szent Györgyi László, melegburkolati szakértő, rendkívül nagy tapasztalattal rendelkezik ezen a területen. A mai alkalommal műanyagpadlók felosztásáról, azok fektetéséről, illetve ragasztás technológiai alapismeretekről fogunk beszélgetni. Hát kezdjük a nulladik ponttal, mi is az a melegburkolás, mi ennek a fogalma. Ugye a melegpadló fektetés az magába foglalja a munkákat, a megelőző vizsgálatokat, a méréseket, az ajzatelőkészítést, ami ide sorolhatjuk az ajzatelőkészítésen belül a csiszolást, a porelszívást, az alapozást, illetve az ajzatkiegyenlítést, majd a ragasztó felhordását és a burkolatok ragasztását, illetve a burkolatoknak a felületkezelését is. A meleg padló. Mit jelent ez a meleg padló? Ugye azon burkolatoknak az összessége, amelyekkel elsősorban szobákat, irodákat szoktak burkolni, ezek megfelelő rugalmassággal rendelkeznek, és ennél fogva a járáskor egy kényelmes komfortérzetet biztosítanak. És akkor ezeken belül is megkülönböztetünk PVC burkolatokat, úgynevezett műanyagpadlókat, szőnyegpadlókat, parkettákat, vagy laminátpadlókat, linoleum és parafa burkolatokat, valamint gumi burkolatokat. Ugye a ragasztás is egy fejlődő terület, ugye elég régen kezdték már a magát a ragasztási technológiákat, de hogyan is zajlott ez, milyen kis történeti áttekintést tudnál nekünk erről adni, Laci? Hát röviden az emberiséggel egy idős a ragasztás is, hiszen ahogy az emberek dolgoztak, éltek, léteznek, ragasztani kellett bizonyos dolgokat, és hát nyilván a természetből vettek mindent. Innen vették például 4000 évvel ezelőtt az egyiptomiak, használták a tojásfehérjét, a kazeint, a glutinenyvet, és a latexet, tehát ezeket használták fel, amit ugye a természetben nyerhetnek. Viszont a 20. században óriási fejlődésnek indult a ragasztás technológia, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a gépjármű gyártásban nagyon nem mindegy, hogy hány tonna egy gépjármű. Rengeteg mindent tudnak helyettesíteni ragasztóval. De ezekhez viszont olyan fejlesztést kellett létrehozni, ami gyakorlatilag képes ugyanazokat az erővel fogni egy bizonyos alkatrészt, mint maga egy csavar, vagy bármiféle más anyag. És ezért ugye a 20. században már olyan termékeket, olyan ragasztókat gyártottak, ami a természetben nem fordul elő. Ilyen az epoxi ragasztó, ilyen a poliuretán ragasztó, vagy ugye minden nap használjuk a pillanatragasztókat, a cianakrilát alapú ragasztókat, amit mindenki ismer, ezek is a természetben nem találhatók. A fejlesztés irány, a fejlődés irány is nagyon érdekes, gyakorlatilag az 1980-as évekig a ragasztóknak a 70%-a az oldószeres ragasztó volt, ugye tudjuk, hogy Palmafix, Palmatex, mai nap is használjuk ezeket, és a 2000-es években a teljesen megfordult a tendenciát, tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy a diszperzős ragasztók több mint 80%-át teszik ki a teljes ragasztó mennyiségnek, és a többi az oldószeres ragasztók és a reaktív ragasztók. Érdekességében hogyan néz ki egy diszperzős ragasztó, hiszen ugye leginkább erről beszélünk, hiszen a PVC burkolatoknak a nagy részét is diszperzős ragasztóval ragasztjuk, ugye az oldószer a víz. Tehát a diszperzős ragasztó is oldószeres ragasztó, csak az nem szerves oldószer, hanem vizet tartalmaz, ugye egészsége ártalmatlan. Ugye a kötőanyag kb. 30-50%-át teszi ki a teljes ragasztó mennyiségnek, ez a ragasztó alapja, ez a kavarcsúg, a különböző kopolimerek. Nagyon fontos része a ragasztónak a gyanta, mert a gyanta az meghatározza, hogy milyen a ragasztó erő, milyen a kezdeti tapadás, tehát ez egy létfontosságú dolog, a gyantának a meglétés, a mennyisége és a minősége. És ennek a mennyisége? Így van, és a minősége az is. Hány százalék? Gyakorlatilag 10-20% között mozog. Tehát a kötőanyag az 30-50%, a gyanta az pedig van, 10-20%. Így van, és a maradék a töltanyagok, amik a ragasztó gerincet képezik, hiszen ugye majd látni fogjuk, mert hát a burkolók nagyon jól tudják, hogy a kenőlapátunk, ugye fogazott kenőlappa dolgozunk, és a bordáknak meg kell maradni, tehát hogy nem
tennénk bele ezeket a töltőanyagokat, akkor gyakorlatilag szétfolyna a ragasztó, már pedig ezt nem folyhat szét, hanem majd amikor mi beletesszük a burkolatot, akkor szépen hengerrel szétnyomjuk, parafa bedörzsővel bedörzsöljük, és akkor rendben működik a dolog. És nyilván bizonyos segédanyagok is vannak, konzerválószerek vannak, öregedésgátlók, amik biztosítják azt, hogy hosszú évtizedekig a ragasztó az megtartja a formát, megfelelő erővel tartson és fogjon. Alapfogalmak ugye, a legeklatánsabb dolog, amiről tudnunk kell, és mindenki tudja is, hogy mi az, hogy adhézió, és mi az, hogy kohézió. Nézzük meg, hogy mit jelent ez a ragasztás technológiában. Az adhézió az azt jelenti a ragasztás technológiában, hogy hogyan tapad egy bizonyos felet a másikhoz. Tehát a ragasztó hogyan tapad az ajzathoz, hogyan tapad a burkolathoz. És abban az esetben, hogyha reklamáció van, akkor mindig azt kell vizsgálni, hogy mi történt. Abban az esetben, hogyha a ragasztó elválik egyik, másik, vagy mind a két felettől, akkor ezt úgy hívjuk, hogy adhéziós törés, vagy adhéziós szakadás. Ez általában azt kell mondjam, hogy leginkább kivitelező probléma. Rossz ragasztót választottak, nem lett a felett megfelelően megtisztítva, kevés ragasztót hordtak föl, túlszáradt a ragasztó, mielőtt még belenyomták volna, például egy nedves ragasztásos módszernél. Ezek lehetnek a problémák. A kohézió pedig a ragasztófilm belső szilárdságát jelöli, vagy jelzi a ragasztás technológiában. És abban az esetben, hogyha úgy válik fel egy burkolat, hogy a ragasztófilm maga elszakadt, tehát nem levált egyik vagy másik feletről, akkor ez általában már bizony a gyártói probléma, és akkor ugye meg kell nézni, hogy ennek mi az oka. És akkor még néhány alapfogalmat, és akkor szerintem utána neki is ugorhatunk majd a műanyag padlónak. Vannak úgynevezett szellőzési idők, vagy száradási idők, nyitott idő, fazék idő. Erről picikét beszéljünk. A szellőzési idő az a legrövidebb idő, amikor a kikent ragasztóba már bele lehet fektetni a burkolatot. Miért fontos ez? Ha kikenjük a ragasztót, és azonnal belenyomjuk a burkolatot, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy egyáltalán nem fog a ragasztó. Azért, mert nagyon sok víz van benne. Ennek a víznek egy részét el kell, hogy távozzon, egy részét elszívja az ajzat, és amikor bemattul a ragasztó, akkor be lehet nyomni. A nyitott idő pedig ugye azt jelenti, hogy a ragasztót már kikentem, hagyom száradni, túl vagyok a száradás időn, de még nem biztos, hogy belerakom a burkolatot, mert ha spröd a burkolat, ahhoz, hogy jól megfogja a ragasztó, a nyitott idő vége fele kell leragasztanom, és akkor mondhatom azt, hogy a nyitott idő az az a leghosszabb idő, amikor a kikent ragasztóba legkésőbb, de már bele kell fektetni a burkolatot. Tehát ha ezt túlvárom, akkor gond lehet, és a fazékidő az általában a két komponens ragasztóknak az ismérve, az azt jelenti, hogy amikor a két komponenst összekever a ragasztóba, benne van a úgynevezett fazékba, ugye az edényébe, akkor mennyi idő már rendelkezésre, hogy ezt a ragasztót kikenjen belőle. Hát köszönöm ezt a részletes bemutatást, igazából elég sok új dolgot is hallottam, bevallom őszintén, úgyhogy mindenképp hasznos volt. És akkor most nézzük meg, hogy mégis milyen melegburkolati ragasztásos módszerek vannak. Ugye arról van szó, hogy nem egyformák a feletek, és ugye nyilván nem egyformák a burkolatok. Mint minden ragasztás esetében mindig, amit tisztázni kell, az, hogy a felület netszívó vagy tömör felület. Tehát a nedves ragasztás azt jelenti, hogy egy oldalas felhordás, általában az alapra visszük fel a ragasztót, bizonyos ideig megvárjuk, hogy kiszellőzön, de amikor még nedves, akkor préselem bele a burkolatot. Ez a nedves ragasztás. Ugye a kontaktragasztás akkor használhatom, amikor például a tömör a felület, ez azt jelenti, hogy mind a két felete fel kell vinni a ragasztót. Vagyis a fogadó felete is felvisszük, illetve fel kell vinnünk magára a burkolatra, várnunk el a száradásra, ez általában boldószeres ragasztók esetében a 20-30 perc, és amikor kiszerelődött a ragasztó, gyakorlatilag száraznak tűnik, akkor egyszerűen össze kell préselnem. És a ragasztás minősége nem attól függ, hogy milyen sokáig préselem, hanem milyen nagy erővel. Tehát rövid ideig nagy erővel oda kell préselni. És akkor ezzel kész van. Ennek a hátránya az oldószeres ragasztókkal történő kontaktragasztásnak az, hogyha egyszer igazítanom kell, akkor gyakorlatilag nem tudom igazítani. A tapadó ragasztás egy olyan forradalom a ragasztás technológiában, hogy egy diszperziós ragasztó, jelesül a Cerezit K188E, képes úgy dolgozni, hogy ha tömör felete fölviszem apró fogú kenőlapáttal a ragasztót,
ez azért, hogy apró fogom, mert egyrészt olcsóbb, kevesebb ragasztót használok. Másodszorban azért nagyon fontos, mert gyorsabban szárad, hiszen nem mindegy, hogy milyen nyíladat szárad meg, hiszen a víznek el kell távozni, és pont ez a lényeg ennek a módszernek, hogy a víznek teljesen el kell távozni, sárgán áttetsző válik a ragasztó, és amikor ez megvan, új próba, akkor a kezemhez meg nem tapad a ragasztó, és ekkor kell szépen belepréselni, parafavedőrzsölővel, utána lehengerezem, és gyakorlatilag a ragasztás kész van. Nagyon-nagyon fontos és lényeges dolog, hogy a ragasztónak teljesen meg kell száradni, és még egy fontos, kedves burkolók, nem baj, ha túlszárad, az a baj, ha nedves. Akkor most térjünk el konkrétan a PVC burkolatokra, gyártási eljárásra, alapanyagokra. Mutasd be nekünk, légy szíves, ezt a burkolat családot. Jó. Alapanyag általában kőszén, kőolaj vagy földgáz. Acetilént adagolnak hozzá, plusz ugye a hidrogénklorid, vagyis a sósabb vizes oldatát adagolják hozzá. Ennek egyesülésére kapnak egy vinilklorid nevű poranyagot, ami mínusz 14 Celsius fokon robbanásveszélyes gáz tud lenni, és ezt polimerizálják, ami azt jelenti, hogy kémiai szintézisnek vetik alá, és ebből jön része a vinilklorid után a PVC por. És a PVC por már az a por, amivel mi tudunk dolgozni, ami már nem veszélyes a gyártás szempontjából. Ez egy színtelen, szagtalan fehér porról beszélünk, 150 fok felett képlékenyé válik, tehát gyakorlatilag a gyártás is, vagy ha beszélünk róla, ugye ilyen hőfokon végzik el. Akkor nagyon is kedvelik, mert nagyon olcsó, könnyen lehet tisztítani, illetve rendkívül esztétikus a megjelenés, tehát igazából mindenféle mintát, formát ki tudnak belőle hozni. Hátrányai közé még sorolhatjuk ez a tűzeseti károsanyag kibocsátáson kívül, hogy a szerkezeti vastagsága, tehát nagyon vékony. Ugye ebből kifolyólag magának az ajzatnak, az előkészített ajzatnak tükörsimának kell, hogy legyen, különben mindenféle kis felületi hiba átüt rajta. Illetve még az is egy hátránya, hogy extrém igénybevételeknek nem tud ellenállni. Ezek a szerkezetük szerint lehetnek egy rétegű, vagy úgynevezett homogének, illetve több rétegűek is, és hát a lehetőségek tárháza pedig színben az kimeríthetetlen. És a alkalmazhatóság szerint, hogy a koptató rétegűről beszéltél, megkülönböztetünk lakossági vagy komolyabb igénybevételnek kitett úgynevezett objekt PVC burkolatokat is. Ugye megjelenési formájukat tekintve pedig lehetnek ilyen lemezesek, lapformátú. Ugye ez az LVT. Megvásároltak ezek az LVT. Igen, erről majd még fogunk részletesebben beszélni. Nos, hát nincs is más hátra, mint hogy nézzük meg akkor a ragasztóinkat. Melyikkel is kezdjük? Hát szerintem a K188-vel. A non plus ultrával. A non plus ultra, azt hiszem, hogy nézzük meg. 20 éve, amikor a Henkelnél kezdtem, gyakorlatilag Magyarországon ez volt az egyedül ragasztó, ami képes volt ezekre a dolgokra, amiket majd mindjárt el fogok mondani. Én úgy gondolom, hogy a K188 Prestige az nagyon-nagyon magasabb van, és nem ok nélkül van ilyen magasan. Ez a K188-e alkalmas szívó és nem egy szívó agyat ragasztásra, annak azért, hogy diszperziós ragasztó, tehát ez egy fontos dolog. Diszperziós ragasztó PVC-re PVC-t is ragaszt, és ez elég gyakori kérés a burkolók részéről, illetve elég gyakori az igény. Nagyon jó a kezdeti tapadása, rendkívül jó húz szálat, és amikor szálat húz, akkor mindig azt kell figyelni, amikor belenyúl a burkoló a ragasztóba, első körben azt érzi, hogy nem ragad. Miért nem ragad? Mert tele van vízzel. És amikor a víz kezd el szépen elpárologni, vagy segítek, hogy fújkálom én is a kezem, és akkor jön a szálhúzás, olyan szálakat húz, és nem egyszer, nem kétszer. Egy gyenge ragasztó egyszer-kétszer érzed, hogy összetapad a kezed, és aztán nincs tovább, 10-szer, 15-ször képes húzni szál, tehát félelmetesen jó a ragasztó. Tehát ez a ragasztó nem csak PVC-t ragaszt, hanem ragaszt gumit, mégpedig 2,5 méter vastagságig, szőnyeget és poliolefint is például ragaszt. A ragasztási módokról beszélünk, talán még érdemes lesz majd néhány szót erről neked is szólni, hogy biztos, hogy mindenki tudja, hogy mikor, melyiket célszerű alkalmazni.
széggörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén természetesen alkalmazható, és ami fontos, hogy 2, 5, 13, 30, tehát 4 fajta kiszerelés van, attól függ, hogy ki mekkora feletet akar leburkolni, általában 25-30 deka per négyzetméter a szükséglet. Ugye a ragasztási módokra visszatérve, amit az előbb is említettél, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni szerintem, hogy milyen típusú ragasztási eljárások vannak. Ugye a nedves ragasztás, a kontaktragasztás, a tapadóragasztás, PVC-re PVC-t kontakt és tapadóragasztással tudunk ragasztani. A nedves ragasztás az egy egyoldalas felhordás az ajzatra, csak netszívó ajzaton alkalmazható, megfelelő szellőzési és nyitott időt kell megválasztanunk, tehát ez nagyon fontos, hogy erre figyeljünk oda, amíg nedves ragasztóágyba préseljük bele a burkolatot, illetve új próbát kell végeznünk, és a ragasztóhoz érve az ujjunkon is megtapad a ragasztó ebben az esetben. Kontaktragasztás az egy kétoldalas felhordást követel meg, vagy friss ragasztóba préseljük bele a lapokat, vagy a tekercset, majd visszahúzzuk, így a burkolat hátoldalára is ragasztó kerül. Ugye azért tekercses PVC-nél a kontaktragasztást ugye az nem egy nehézkes lenne, mutatvány. Hogy mindig visszahajtani, azt is meg kell. Igen. A teljes száradást meg kell várnunk, tehát a ragasztó az is sárgán áttetszővé válik, és az új próba esetén az ujjunkhoz nem tapad hozzá a ragasztó, de a ragasztó maga az ragacsos. Így van. Tehát ez egy fontos ismérve ennek a típusú ragasztási módszernek. És akkor végül a tapadó ragasztás, az egy szintén egyoldalas felhordás, csak tömört felületen alkalmazható, a ragasztó teljes száradása után új próbát végzünk, a burkolat száraz, de ragacsos ragasztó ágyba préseljük bele magát a burkolatot. És hát a PVC-re PVC, ahogy említettük, kontakt és tapadó ragasztással ragasztható. A nedves ragasztással az A2-es kenőlapátot javasoljuk. Lehet látni, hogy viszonylag nagy a fogazat, olyan 2 mm körüli. Viszont a kontakt és a tapadóragasztáshoz vagy az A1 vagy az A4 kenőlapátokat, ezek már egy milliméter vagy annál kisebb fogazatot jelentenek. Ez azért fontos, mert ha A2-vel dolgozunk tömör feleten, akkor egyrészt nagyon nehezen szárad a ragasztó, lehet, hogy két-két és felát is válni kell vele, mire kiszárad. A másik pedig ugye beszéltünk arról, hogy a ragasztó rugalmasan szárad. Tehát, hogy rugalmas marad, és ha túl sokat viszünk föl a ragasztóból, akkor előfordul, hogy a szék lábak, a szék görgök esetében ott, ahol nagyobb nyomás van, ott benyomódhat a PVC, mert alatta sok a ragasztó. Uh-huh. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy netszívó hajzat esetében mehet, és mindenképpen javasoljuk az A2-es kenőlapátot, és az A1-et, az A4 kenőlapátokat pedig javasoljuk a kontakt és a tapadó ragasztás esetében. És hát miért kiváló ragasztó még ezeken a sok pozitív tulajdonságaink kívül a K188-en? Így van, tehát ugye környezetbarát, mert ugye a víz az oldószer benne, tehát nincs vele gond, csökkentett illatnyag kibocsátású, emiatt azok az emberek, akik vagy gyerekek, akik esetleg érzékenyebbek lennének ezekre az illóanyagokra, amik a ragasztóból kikerülnek, még akkor is a diszperziós, ezt megakadályozza, nagy mennyiségű fenyőgyantát tartalmaz, és azt tudjuk, hogy a fenyőgyanta milyen dolog tud lenni, nem tudjuk a kezünkre, de most mikor visszük karácsonykor a fenyőfát, és ezt teszi lehetővé, hogy akár szárazon, tehát a nedvesség eltapadása után is ragacsos maradjon a ragasztó, és képes legyen ragasztani, kivál a felhúzó képessége, és az a jó ragasztó, igaz kollégák, jól mondom, az a jó ragasztó, amit ha széthúzom utána, 8x10-el akár szét tudom húzni, és a szálat húzza, és húzza, és húzza. Nekem annak idején még a Covid előtt, amikor ugye élőbe tartottam a burkolóknak ezeket az oktatásokat, akkor ugye hazamentem, két napig nem tudtam a kezemről a K186-at lemosni, az érdekességképpen. Nagyon nagy előnye kontaktragasztás esetében, hogy igazítható. Tehát egy szerves oldószer tartalmazó K1720, amiről néhány szót váltunk, nem lehet igazítani. Tehát, hogyha oda nyomom,
és vissza kell szednem, mert rosszul illesztettem, akkor az már nem fog fogni. Hiába melengetem a PVC-t, valamennyire fog, de nem az igazi. A K188-et igazításkor nem sikerült, simán visszahúzom, újraillesztem, újra nyomom, és tökéletesen működik, és ugyanazzal a ragasztóerővel ragaszt. Ez megint nagyon fontos különbség. Ugye a tapad a ragasztás az egyedülálló, ennél az anyag megáll a fenyőgyanta következtében, és ami fontos, hogy könnyű a fajsúlya. Tehát amíg egy UK400 ragasztónk 35 kilóban egy hobóknak mondjuk mi ezt a kétkezes vödröt, addig ebből csak 30 kiló kell, tehát nem kell megvennem 35 kilót, ugyanazt a mennyiséget 30 kiló meg tudom oldani, tehát itt egy kicsit az, hogy magasabb az ár, itt viszont tudok egy kicsit már nyerni a dolgon. Jó, hát nincs más hátra, nézzünk meg egy kis filmet az LVT lapok burkolásáról, ragasztásáról. Az LVT rövidítés az angol Luxury Vinyl Ties kifejezésből származik. A dizájni vinil lapok rugalmasak, ezért, mint minden rugalmas burkolat esetében, különösen fontos az ajzat szakszerű előkészítése. Az alapozás és az ajzat kiegyenlítés alapvető követelmény, mivel a rugalmas burkolatokon a legkisebb egyenetlenség is átüt. A fektetés megkezdése előtt célszerű a kiegyenlített felületet is átcsiszolni, hogy teljesen sima legyen. Ezt követően a port ipari porszívóval el kell távolítani a tökéletes tapadás érdekében. Az LVT lapokat minimum 24 órával a fektetés előtt klimatizálni és kiterítve feszültségmentesíteni kell. Vágjuk le a kiegyenlítés előtt felragasztott habszivacs lábazati tömítőszalag kilógó részeit. A lábazati tömítőszalag megakadályozza a lépés és ütés hangok által okozta hanghidak kialakulását és a kiegyenlítő repedezését, amelyet a falazat esetleges mozgása és rezgése okozhat. A kiosztásnak és a mintázatnak megfelelően eltolással rakjuk le az LVT lapokat 2-3 sorban az ajzatra, szorosan egymás mellé. Nagyobb helyiségek esetében a fektetést úgy célszerű megkezdeni, hogy a vezérsor, kezdősor a helyiség közepétől induljon. Ezt követően ceruzával jelöljük fel az ajzatra az utolsó sor szélét. Szedjük vissza a lapokat a megfelelő sorrendben, hogy felhordhassuk a ragasztót. Az LVT lapok ragasztásához az alacsony szerves anyag kibocsátású cerezit K188E disperziós ragasztót ajánljuk, amely rugalmas, kiváló kezdeti tapadással rendelkezik és környezetbarát. A felhasználásra kész ragasztót egyenletesen hordjuk fel az ajzatra az aprófogazású A1 vagy A4 jelű kenőlappal. A ragasztót jelöléstől jelölésig vigyük fel, kerülve a több rétegű felhordást, mivel az átlátszódhat a burkolaton. Rövid szellőzési idő után, kb. 10-20 percen belül megkezdhetjük a lapok fektetését a még nedves ragasztóágyba. Hogy elkerüljük a ragasztó kitüremkedését az illesztéseknél, először a lapokat kell pontosan egymáshoz ütköztetni, s csak ezt követően a ragasztóágyba nyomni. Figyeljünk arra is, hogy elkerüljük a légbuborékok kialakulását a vinillapok alatt. Az LVT lapokat a belső fény irányával párhuzamosan fektessük. Hasonlóan járunk el a burkolat további részének fektetésénél is. A ragasztó nyitott idejét akkor választottuk meg jól, ha a ragasztó már bemattult, de még nedves, és új próba esetén az ujjunkhoz tapad. A Cerezit K188E ragasztóval nem netszívó, tömör felületre
például meglévő PVC padlóra is ragasztható LVT burkolat, a kontaktragasztás módszerével, kétoldalas felhordással. A szükséges helyeken, falcsatlakozások, csőáttörések, stb. Használjunk cerezit szilikon tömítő anyagot. A teljes burkolat leragasztását követően fémhengerrel préseljük a lemezeket a ragasztágyba, a tökéletes tapadás érdekében. A burkolati szegély készület magából az LVT lapokból, de használható műanyag, fa vagy fém szegélyt is. A fürdőszobában az LVT lapok ragasztásához a Cerezit K1720 kontaktragasztót ajánljuk. Mi van abban az esetben, hogyha mondjuk van egy hétvégi házunk, amit mondjuk nem mindig használunk, tehát oda megyünk, időszakosan hirtelen felfűtjük a magát a helyiséget, és ott ilyen meleg burkolati padlózat van. Milyen ragasztó célszerű ilyen esetekre alkalmazni, ami ezt a hirtelen és nagy hőingadozást is jól el tudja viselni. Ez akkor érdekes, hogyha LVT lapokkal dolgozunk, tehát lapformátum van. Ha tekercs, akkor nincs gond, a K188E, egybe van a burkolat, le van a heggeszte, nincsen probléma. De nagyon jó a kérdés, lapok esetében nagy gond lehet, mert ezek a lapok is ugye a hő hatására hol elkezdenek szépen megnőni, hol meg szépen összemenni, és miután beszéltünk arról, hogy ez a K188-e rugalmas, ezért ezt a fajta megfogja a LVT lapokat, de bizony nagyon gyakran előfordul ebben az esetben, hogy a szélek egy picit megpöndörödnek, aztán visszahúzódik, aztán megint megpöndörödik, és ez nagyon kellemetlen. Ezért ugye van még egy ragasztója az LVT-nek, amit javaslunk, a K188S, ez egy nagy szilárdságú ragasztó, ami azt jelenti, hogy nagyon jó a kezdeti tapadása, nagyon erős a végszilárdsága, és kikeményedik a ragasztó, tehát nem puha. Tehát ezt a fajta mozgást ő képes megfogni, nyilván azért ehhez jó ajzat kell, jó ajzatkétő, de mondjuk nem, nincs akkora feszültség azért, mint egy parkett esetében, de a ragasztó azért végezze a dolgát, és ez a K188S csak netszi oldatra van, tehát ha valaki PVC-t akar, ezzel a ragasztó ezt nem lehet megoldani. Az csak a K188E-vel lehet. Elsőbb LVT és SPC lapoknak a ragasztására használjuk és javasoljuk. Ebben az esetben, ha ilyen gondok és bajok lennek. Egyébként a K188E. Értem. Jó, hát nézzünk meg egy rövid filmet a tekercses PVC burkolat ragasztására, netszívó és tömő ajzatra. A szakszerű ajzat előkészítés eredménye a tiszta, tartósan száraz, repedéstől, valamint tapadást gátló anyagoktól mentes és megfelelő szilárdságú ajzat. Erről vizsgálatokkal és mérésekkel kell meggyőződni. Az alapozás és az ajzatkiegyenlítés alapvető követelmény, mivel a rugalmas burkolatokon a legkisebb egyenetlenség is átüt. Éppen ezért a fektetés megkezdése előtt célszerű a kiegyenlített felületet is átcsiszolni, hogy teljesen sima legyen. Ezt követően a port ipari porszívóval el kell távolítani a tökéletes tapadás érdekében. A PVC tekercseket minimum 24 órával a fektetés előtt klimatizálni és kiterítve feszültségmentesíteni kell. Jelöljük fel az ajzatra a PVC lemez széleit a kiosztásnak megfelelően. Fektessük a lemezeket szorosan egymás mellé a ragasztás sorrendjében, majd a ragasztandó burkolatcsíkot hajtsuk félig vissza, hogy a ragasztót felhordhassuk az ajzatra. A ragasztáshoz a Cerezit K188E extra minőségű disperziós ragasztót ajánljuk, amely speciálisan az elasztikus burkolatokhoz lett kifejlesztve.
Hordjuk fel egyenletesen a felhasználásra kész ragasztót a megfelelő fogazású kenőlapáttal. Netszívó aljzatra az A2 jelölésű kenőlapot javasoljuk, míg tömör felületre, például PVC-re PVC, az A1 vagy A4 jelölésű kenőlapot. A Cerezit K188E ragasztó alacsony szerves anyag kibocsátású, rendkívül erős kezdeti tapadással rendelkezik, ugyanakkor rugalmas. Rövid szellőzési idő után, kb. 10-20 percen belül, középről indulva toljuk a visszahajtott burkolatot a ragasztóágyba, ügyelve a pontos, feszültségmentes illesztésre. Figyeljünk arra is, hogy elkerüljük a légbuborékok kialakulását a PVC lemez alatt. A ragasztó nyitott idejét akkor választottuk meg jól, ha a ragasztó már bemattult, de még nedves és új próba esetén az ujjunkhoz tapad. Parafa bedörzsölő segítségével préseljük a burkolatot a ragasztóágyba, középről kifelé haladva, hogy ne maradjon légbuborék a PVC lemez alatt, ezzel is segítve a burkolat hátoldalának ragasztóba ágyazódását. Hasonlóan járjunk el a PVC lemezek másik felével is. Előtte azonban célszerű ellenőrizni a leragasztott burkolatcsíkok tapadását. Fontos, hogy a kissé még képlékeny ragasztó jól nedvesítse a rögzített lapok hátoldalát. A középvonalnál és a lemezek illesztésénél ügyeljünk arra, hogy ne vigyünk fel duplán ragasztót, mert a belső fényben az meg fog látszódni a kézburkolaton. Rövid szellőzési idő után, középről indulva toljuk a visszahajtott burkolatot a ragasztóágyba, ügyelve a pontos, feszültségmentes illesztésre. Parafa bedörzsölő segítségével préseljük a frissen leragasztott burkolatrészeket a ragasztóágyba, középről kifelé haladva. A teljes burkolat leragasztását követően fémhengerrel préseljük a lemezeket a ragasztóágyba a tökéletes tapadás érdekében. A burkolat hegesztését legkorábban 24 órával a ragasztást követően javasoljuk megkezdeni. Legfontosabb, hogy a meglévő PVC burkolatot alaposan meg kell tisztítani a szennyeződéstől és a tapadásgátló anyagoktól. A régi burkolatnak jól kell tapadnia az aljzathoz, és a felülete legyen sima. Ellenkező esetben az egyenetlenségek és burkolatsérülések átüthetnek az új burkolaton. Először áztassuk fel a szennyeződést tisztítószeres vízzel, majd az egytárcsás csiszológépre szerelt fekete tisztítókorong, PED segítségével dörzsöljük át a régi PVC burkolatot. A 15-30 perc hatásidőt kivárva száraz nedves porszívó segítségével távolítsuk el a szennyezett vizet. Ismételjük meg a folyamatot, most már tiszta vízzel, hogy ne maradjon tisztítószer a felületen. Csak a megtisztított burkolat teljes száradását követően kezdhető meg az új PVC burkolat fektetése. A PVC tekercseket minimum 24 órával a fektetés előtt klimatizálni és kiterítve feszültségmentesíteni kell. A meglévő burkolatra jelöljük fel a PVC lemez széleit a kiosztásnak megfelelően. Fektessük a lemezeket szorosan egymás mellé a ragasztás sorrendjében, majd a ragasztandó burkolatcsíkot hajtsuk félig vissza, hogy a ragasztót felhordhassuk az aljzatra. A ragasztáshoz a Cerezit K188E extra minőségű disperziós ragasztót ajánljuk, amely háromféle módon ragaszt. A nedves ragasztás módszerét már bemutattuk. Tömör felületre, kontaktmódon, kétoldalas felhordással vagy a tapadó ragasztás módszerével ragaszthatunk PVC burkolatot, ebben az esetben csak a meglévő burkolatra kell a ragasztót felhordani. Tapadó ragasztás. Egyenletesen hordjuk fel a felhasználásra kész ragasztót a régi burkolatra, megfelelő fogazású kenőlapáttal. Tömör felületre, például PVC-re PVC, az A1 vagy A4 jelölésű apró fogú kenőlapátot ajánljuk. A nedves ragasztással ellentétben a kontakt és tapadó ragasztás esetében meg kell várni, amíg a ragasztó teljesen megszárad, ami akár 60-90 percig is eltarthat.
A ragasztó sárgán áttetszővé válik, az új próba során erős tapadást érzünk, de az ujjunkhoz nem tapadhat ragasztó. Figyelem! Nem kell félni a ragasztó túlszáradásától. Tapadó ragasztás esetén csak a meglévő burkolatra kell felhordani a ragasztót, míg az új burkolat hátoldalára nem. Középről indulva toljuk a visszahajtott burkolatot a megszáradt, de ragacsos ragasztóágyba, ügyelve a pontos, feszültségmentes illesztésre. Parafa bedörzsölő segítségével préseljük a frissen leragasztott burkolatrészeket a ragasztóágyba, középről kifelé haladva. Hasonlóan járjunk el a PVC lemezek másik felével is. Ezt követően 50 kg-os hengerrel préseljük a lemezeket a ragasztóágyba, a tökéletes tapadás érdekében. Kontaktragasztással gyorsítani lehet a száradást. A félig visszahajtott burkolatot azonnal a frissen felvitt ragasztóágyba dörzsöljük, majd visszahúzzuk. Így ragasztó kerül a burkolat hátoldalára is. A teljes száradást követően ugyanúgy járunk el, mint a tapadó ragasztás esetében. A burkolat hegesztését legkorábban 24 órával a ragasztást követően javasoljuk megkezdeni. Jó, hát ezen a 288E és S-en kívül milyen ragasztót tudunk még kínálni? Van még egy ragasztó, nagyon jól gondolod, azt a UK400-nak hívjuk, szerezett UK400, ő elsőban a tekercses PVC-hez, tehát az LVT labokhoz K188-e vagy K188-es. Az UK400 erre alkalmas, csak netszió ajzatra alkalmazható, és van egy olyan tulajdonsága, ami meg egy kicsikét kiemeli az átlagos diszperzős ragasztó közül, mégpedig az, hogy félkontakt módon ragaszt. Ez egy elég farabuci megfogalmazás, nagyon nehéz megfogalmazni, mert a lényege az, hogy ez úgy kontakton nem ragaszt egyébként, mint egy K188-e, mert kevesebb benne a gyanta, tehát nem olyan erővel, de nagyon gyakran előfordul, hogy amikor hiába terítik ki 24 óráig a burkolatot, a tekercsest, ennek erre vannak benne ugye hajlatok, vagy nem sikerült egészen, vagy spröld a burkolat, és ebben az esetben ugye elég gyakori dolog az, hogy a széleket, végeket, a burkolók, amikor belenyomják, akkor ugye nedves lesz a ragasztó, elengedik, pláne, hogyha korán tették rá, tehát inkább a szerződés időnek a vége felé is, nem a nyitott idő vége felé teszik be, tehát ugye ezzel is lehet szabályozni, hogy hogy fogjon a ragasztó. Ebben az esetben azt szoktuk mondani, hogy az UK400 azért nagyon jó, mert belenyomom, belepréselem, meggyőződöm, hogy van rajta a ragasztó a hátoldalon, és úgy hagyom. És fölpöndörödik, és áll egy 15-20-30 percet. És aztán fogom, és kvázi kontaktmódon belenyomom, belepréselem, és nagyon szépen működik. Tehát ezt hívjuk mi félkontakt ragasztásnak, három kiszerelése van, 7, 14 és 35 kiló, és egy kicsikét át kell térjek egy másik burkolatra, egy merőben más burkolatra, pont az UK400 miatt, ez pedig ez a burkolat, tehát úgy hívják, hogy linoleum. Ezt azért akarom itt egybehozni a PVC-s linoleumot, mert azt kell látni, hogy mai napon Magyarországon nyilván a burkolók nem, hiszen ti tudjátok, hogy mi a különbség a linoleum meg a PVC közt, a lakosság nagyon gyakran úgy hívott fel, hogy linoleumot szeretnék ragasztani, és akkor mindig meg kellett kérdezni, hogy oké, na most tisztázni kellett, mert tudtuk nagyon jó, hogy a linoleum meg a PVC a lakosság fejében az általában egy és ugyanaz, és ezért nagyon fontos, hogy az UK400 linoleum burkolatot is ragaszt, és akkor néhány szót a linoleum burkolatról. Ez 100%-ban természetes alapanyagból készült, tehát teljesen más, mint egy műpadló. Ellentétje a műpadlónak, környezetbarát, nagyon jó vezeti a hőt, padlófűtésre nagyon szeretik használni, antibakteriális, hipoallergén, tehát azoknak az embereknek, akiknek az egészsége jellegű gondok vannak, hogy nagyon fontos a tiszta levegő, mindenképpen javasoljuk a linoleumot, nagyon hosszú az élettartam. Ez akkor igaz, régebben akkor volt igaz, hogy ezt évente pasztázni kellett, hogy megvédjék a feletet, de ma már a modern linoleumnál általában poliuretán burkolat kerül rá, tehát nincs vele probléma, mert az megvédi, nem karcolódik. Fektetéskor törékeny, nagyon kell rá vigyázni, és itt meg is mutatnám itt egyébként, hogy ezt a törékenyt, tehát ezt, ha nem figyelünk, akkor a linoleumot el lehet törni. És ezért nagyon vigyázni kell vele, plusz nem szeretik a burkolók, mert nagyon nehéz. Tehát ebből egy tekercset föl vára venni, fölcipelni több emeleten keresztül, az katasztrofális. Ha nincs leragasztva, akkor úgy lehet megismerni, mutatnám itt talán a
kamerában, nem tudom, jól lehet látni, úgy lehet megismerni, hogy jut a hátvászorra van rá nyomva a linoleum cement. Tehát ha ezt megkapom, látom, akkor eleve tudom, hogy ez linoleum. Egyébként kopogó hangja van, tehát keményebb, más a hangja, de leragasztva egyébként nem könnyű megismerni, hogy mi a, melyik a PVC, melyik a linoleum, de egy a lényeg, jut a hátvászon van, erről lehet felismerni. Ami még fontos, hogy beszéltünk, hogy a PVC-knél és általában a sima hátadal a burkolatoknál aljelű kenyőlapátokat használunk. Ugye ez az A2-ben dolgozunk metszívajzatra. Ugyanakkor, miután a linoleum hátoldala, mint láttuk, jut a hátvászor és nem sima, ezért több ragasztóra van szükség, ezért ennél bizony már, ki majdnem elmosódott, B1-es kenyőlapátot használunk, azt hiszem elég jól lehet látni a fogazat közötti különbség. Igen, jó van. Lényegesen többet viszünk föl, ugye, míg ebből 25-30 deka általában az igény, addig ebből általában olyan 40 deka szükséget a linoragasztónak, és ezt az UK400 meg tudja oldani. Tehát az UK400 PVC és linoragasztó. És csak néhány, nagyon röviden a gyártásról, mégis, hogy képbe legyünk, alapanyag. Az alapanyag a linoleum cement, ugye ez megint becsapós, mert ugye cement, de nem cementről van szó, ez lenmagula is, fenyődőanta oxidásra révén keletkezett massza, amit ugye később megmelegítenek, ehhez parafát, falisztet adagolnak, és jut a hátvászorra, hengerezik rá, speciális berendezéssel, itt lehet látni, hogy ezen a csárton gyakorlatilag, hogy hogyan történik ezt, a teljes műveletet, és egy nagyon fontos dolog, hogy felakasztják ezt, érlelik a linót. Tehát nem úgy működik, hogy legyártottam és kész van, hanem hónapokig érik, és a jó linó az viszont fönt van, és ami nagyon érdekes, ugyan 17 méteres tekerhozban aggatják föl erre a szárító alkalmatosságra, és az a része, ami ugye találkozik a hengerekkel, ami tartja, azokat ugye veszteség le is kell vágni, mert ott vékonyabb maga az anyag. Tehát nagyon érdekes a gyártási mechanizmusa, és mondom, általában most már védőbevonattal is látják el. Ennyit talán érdemes mindenképpen a linoleumról. És ezt kifejezetten az UK400-al lehet akkor így ragasztani. Így van. Korábban volt nekünk egy linoragasztó, valaki mi ma is keres, hogy L240D, de ugye miután abból kevesebbet adtunk el, mert a PVC sokkal érdekesebb, viszont jobb ragasztó volt a régi UK400-nál, ezért csináltunk egy ilyen trükköt, és ez a burkolóknak, meg a lakosságnak is szólt, és jó lett a dolog, jól jöttünk ki, mégpedig úgy, hogy a linoragasztó adtuk az olcsóbb UK400 áron, viszont a linoragasztó került bele, és ezért most már tudja a PVC-t is, meg a linót is ragasztani, olcsóbban, és mind a kettő ragasztásra alkalmas. És többször beszéltünk, hogy a termékeink, esetleg a K188 ES és az UK400 mellett ilyen oldószeres ragasztóval is, és ott az ott jelentkező problémákkal is, hogy milyen, tehát hogy ott nem lehet visszahúzni. Így van. Akár a tekercset, akár a lapukat. Mégis beszéljünk erről egy kicsit, erről a ragasztóról, hogy mi ez is, milyen pozitív, negatív tulajdonságai vannak az előzőekhez képest. Kell is beszélni, mert ugye a szélragasztás, szegélyragasztásokat általában oldószeres ragasztóval végzik. Az előbb már beszéltünk arról, hogy valamikor még kombinálják a K188, a K1720, de alapvetően akkor kontaktor ragaszt szegét, az a K1720, illetve beszéltünk arról, ha nem, akkor most beszéljünk, hogy nagyon gyakori az, hogy az LVT lapok esetében nedves vizes helyiségben, vizes blokkokban valaki le akar ragasztani, akkor nem nagyon javasoljuk diszperzős ragasztó alkalmazását, nem csak a K188-et nem, úgy amblok nem, mert ugye ezek a lapok pont tompán illeszkednek, nincs nút és féder, és ennek következtében azért a pára, a sevegőbe le tud kerülni a nedvesség, és az bizony nem szereti a diszperzős ragasztó, az vissza tud púlni, vissza tud taknyosodni, ezért mi ahhoz mindenképpen oldószeres javaslót, elsősorban oldószeres ragasztót javaslunk, ezért mindenképpen beszélni kell. Ugye annyit tudni kell, hogy korábban amitől igazán jó volt egy kontaktragasztó, az a tolóol volt. De a tolóol az idegrendszer károsító hatása miatt
a Henkelnél már sok-sok tíz év ezelőtt kivonták a forgalomból, mi nem teszünk bele, ezért szenvedtünk is egy kicsit, mert amíg nem tudtuk igazán a jó receptúrát visszahozni, hogy olyan erős legyen, mint korábban, addig bizony elég sokszor az ólunk alá dörgölték, hogy hát ez nem úgy ragad, de ma már tényleg olyan nagyszerűen megvan a receptúra, elő van állítva, hogy tolol nélkül is tökéletesen és nagyon erősen ragaszt. Kétoldalas ragasztás továbbra is, ugye itt nincs mese, pontosan igazítsunk, nem lehet igazítani, ezzel elmondtuk már, PVC, linó, tűfűzhez is alkalmazható, szinte minden ragaszt, gumi az, profilokat ragaszt, széleket, szegőléceket ragaszt, van 1, 5 és 10 literes kiszerelésben, ez is nyilván ellenáll a széggörg igénybevételnek, és padlófűtés esetén is lehet alkalmazni. Szuper. Hát azt gondolom, hogy itt elég részletesen és alaposan kiveséztünk mindenféle terméket, ami így a meleg burkolati ragasztásokhoz kapcsolódik. Nagyon sok hasznos dolgot hallhattunk, és nagyon sok mindent tanultam most én is így a beszélgetés alatt, amit eddig még nem igazán hallottam, vagy nem ilyen formában, ahogy most ezt így érintettük. Remélem, hogy nektek is nagyon hasznos volt ez a kis webinár, és hát várjuk a kérdéseiteket a témával kapcsolatban. Igyekszünk mindenkinek kielégítő válaszokat adni. Én is köszönöm a figyelmet, köszönöm. És reméljük, hogy hasznos lesz, és tudjátok használni. Addig is megmutatunk egy rövid filmet a ragasztásról, amíg a kérdéseket előkészítitek. Minden jót kívánok nektek! Köszönjük szépen! Mitől szilárdak a jégcsapok? Mekkora a szilárdságuk? Mi az a belső erő, ami összetartja őket? Jég. A molekularált szabályszerű pontjain elhelyezkedő vízmolekulákat meghatározott erők tartják egymástól adott távolságra és irányban. A térhálóban elhelyezkedő molekulák pontos elrendeződése adja meg a jég szerkezetét. Az összetartó erő neve kohézió. Úgy tűnik, mintha különböző anyagok között is erős kötés jönne létre. Gyakran örömünkre, néha azonban bánatunkra. A biztos tapadás az alapon gyakran létfontosságú az állatvilágban, épp úgy, mint a növények számára. Min alapul a különböző testek egymáshoz tapadása? A felületek optimális egymáshoz illeszkedése és a nagy érintkezési felületek kialakulása. Ezáltal a sok kis adhéziós erőből kellő nagyságú adhézió jön létre. Az adhéziót két tényező jelentősen befolyásolja. Az egyik a szennyeződés és a por, amelyek laza réteget alkotnak a két tapadni kívánó felület között, és a test így nem az alaphoz, hanem a szennyeződéshez tapad. A másik befolyásoló tényező az érintkező felületek közötti csekély adhéziós erő. A nedvesítő hatású folyadékok felelnek meg legjobban a tapadás alapkövetelményeinek. Ezzel az adott felületen maximális számú érintkezési pont alakul ki. Egy folyékony köztes rétegben a durva felületek is jól tapadnak. Így fogja meg táplálékát a húsevő növény is. Kődarázs. Egy vízcseppből vizet szippant fel, a fészkéhez szállítja és megnedvesíti vele a még száraz agyagport. Az agyag lehellett finom kristálylapocskákból áll. Ha a lapocskák közé víz kerül, a kristályok összeragadnak. Csak nem ideális ragasztó. A túl sok víz azonban hatástalan kötőanyag. A kődarás fészkének bejárata az esőben szétmálik. Ám az ellenkezőjének sem szabad megtörténnie. A kötőanyag nem tűnhet el. Nem párologhat el a víz úgy, mint egy homokvárból.
Egy habarcsnak vagy egyéb kötőanyagnak tartósan szilárdnak kell lennie. Ez egy disperzió. Oldhatatlan anyagokat, például ragasztó molekulákat finoman eloszlatva lebegtetnek. A disperziós ragasztók felhordása egyszerű. A ragasztandó felületeket egymáshoz préselik. A disperzióból a vizet a ragasztandó felületet körülvevő anyag szívja fel. A ragasztó részecskék összefolynak. Bizonyos erőkkel szemben minden ragasztás hatástalan, mint például a tépő és nyíró erő. Ezek a ragasztás leggyengébb pontjaira hatnak, az egyedi kötésre. Az adhéziós hidak egymás után felszakadnak. Fátyolka. Ő is ragasztó specialista. Potrohával az alapra folyékony ragasztószálat helyez. Felső végéhez egy tojást illeszt, és néhány másodpercig ebben a helyzetben tartja. A ragasztószál rövid proteinpászmákból áll, még folyékony, tehát rugalmas. A levegőn a proteintöredékek reakcióba lépnek egymással. Végeik vegyi reakcióval egyesülnek, melynek következtében a proteinlánc végül kibogozhatatlan gomollyá térhálósodik. A proteinragasztó anyag megszilárdul, polimerizálódik. A tojást a merev szál tartja. Vegyi reakció zajlik, íme egy újabb lehetőség a ragasztó anyag megszilárdulására. Ragasztó a fúvókából. A mai autóipar. A nagy autógyártók áttértek a fémragasztásra. A ragasztás, mint szerkezetkialakítási elv a korszerű ragasztóanyagokkal számos új előnyt kínál. Egyenletes, nagy felületű erőátadás, hangszigetelés, korrózióvédelem. A természet mindig mintát és kiindulási alapot szolgáltatott a ragasztóanyaggyártás számára. A ragasztóipar ma már különféle speciális termékeket kínál, amelyek messze túlszárnyalják a ragasztóktól eddig elvárt teljesítményt. Tökéletesen megbízhatóak abban az esetben, ha helyesen alkalmazzák őket. Mert minden ragasztó csak annyira jó, mint amennyire felhasználója.